Vagy esetleg, hoppá, itt nagyon készül valami a hátad mögött. Ujjajajajajaj! Ezt nem gondoltuk, hogy veszélyes játék. Sziasztok! A szén második estéhez érkeztünk, a hangulat a tetőfokára hágít a partfűtőn. Folyik a sör, folyik a bor, és mindenki nagyon jól érzi magát. Egy ehhez testhez álló feladattal is készültünk ma este a színezőknek, mégpedig az egyensúly érzéküket, a koordinációs képességeiket teszteltük le, ennek a pohárnak a segítségével. Arra kértük őket, hogy a fejükön egyensúlyozzák ezt a poharat. Tartsatok velünk, nézzétek meg! Balettozol, tornázol egyébként valamit? Néptáncoltam. Akkor onnan ez a jó egyensúlyérzék. Tökéletes! 28 másodperc volt. Az a baj, nincs ellenfél. Nincs ellenfél? Nincs. Hoznátok, lenne, de nincsen. Fight! Előre pár lépést. Jó, tökéletes! Szerintem állj meg, én félek, hogy leesik. Nem esik le, figyelj! Megmész fordulni? Azta! Egy guggolás válasz. Micsodám? Guggolás. Ja. Hoppá. Megvan az. Mit iszol egyébként? Sört szoktam, meg pálinkát, meg éget, meg mindegy. Akkor ebbe sör van. Ebbe sör van. Igen. Szuper! Megzavartatok, meg látod. Az a baj, hogy hülye alakú a fejjel. Rosszabb magadnak. De meg... Igen, úgy lehet, hogy egy kicsit könnyebb, hogyha van benne valami. Ezt az extra segítséget! Gyakoroltad már? Igen, ilyet gyakoroltam. Az a baj, vagy nem baj, de az, hát sűrűn iszok, és ez a haveri társaságban ez az elterjedt módszer annak, hogy igazoljuk, hogy nem vagyunk részegek.